A Magyar és a Japán Olimpiai Bizottság, valamint a Japán Tocsigi Prefektúra 2017-ben írt alá háromoldalú megállapodást, amelynek értelmében magyar sportolók edzőtáborozhatnak az országban az olimpiai felkészülés jegyében. December elejétől három héten keresztül a Nyíregyházi gyalogló Helebanat Máté edzőjével Pokrovenszki Józseffel együtt a fővárostól 120 kilométerre fekvő félmilliós városban, Utunomiában gyűjtötte a kilométereket. Nekünk ugye ez a téli ö, időszak, ez az alapozó időszak. Ö, nagyon sok ö, monoton és hosszú edzések vannak ilyenkor, ö, és mivel kint az időjárás tökéletes volt, ö, tehát ilyen 10-15 fokok voltak, ezért ö, ö, adott volt ö, az időjárás is arra, hogy nagyon sok hosszú ö, edzéseket csináljunk, és így ilyen heti 160-170 kilométereket tudtunk teljesíteni. Itt ebben a hidegben nem tudtunk volna ö, ilyen hosszú edzések. Céseket csinálni, de szerencsére ott, ott ezeket meg tudtuk csinálni, és mondhatni, decemberben még se voltam ilyen jó formában, mint most, és ez, ez ennek is köszönhető. Az edzések mellett a harmadik olimpiájára készülő atléta igyekezett feltérképezni, milyen körülmények várnak majd rá az ötkarikás játékokon. Ilyen szempontból is nagyon fontos volt ez az edzőtábor. Már csak az utazás szempontjából is, ugye 8 óra az időeltudódás, Meg tudtuk tapasztalni, hogy hány nap kell az az átállásra. Nekem négy nap kellett, a többieknek egy kicsivel több. Ezt mindent felírtam, és akkor jövőre, ezt már, most idén már tudni fogjuk az olimpia előtt. Az ételekkel is megismerkedtünk, rájöttem, hogy a japán konyha az nem a kedvencem, de valószínűleg az olimpián ugye ott interkontinentális éttermek lesznek, szóval ezzel nem lesz gond. A japán kultúra egyébként nagyon különleges, és ez, ez nagyon tetszett. Ilyen szempontból mindenképpen hasznos volt az edzőtábor. Mivel Tokióban az olimpia idején, július végén, augusztus elején a hőmérséklet és a páratartalom is magas, a gyaloglók és a maratonfutók versenyeit a 800 kilométerrel északabbra fekvő szapporóban rendezik meg. Helebrant Mátinak még nincs olimpiai kvótája, de már az év első versenyén a márciusi Dudincei 50 kilométeres viadalon szeretne a 3 óra 50 perces szintidőn belül célba érni.